Mi kell neked mindenképpen? Hát, hogy így meg tudjam én is csinálni, hogy ez ilyen széles szájú dolgokban, hogy így át tudjam szűrni. Nekem tejához kell, hogy tejalevelet tudjak majd. De mindegy, ez nem a téma, azt tartozik. A tölcsérről, Tölcsér csinál a kezéből. Ezt kóstolhatjuk? György és Alexandra elkészítette. De kedves. És ezt azért a nézőknek mindig elmondjuk, de hogy ilyenkor olyan illatok vannak az egész stúdióban, hogy én most ilyen mediterrán, nem? Tehát, hogy most hangosan korog a gyomra. Igen, körülbelül. Igen. Tésztás, főzős illat van. Szóval paradicsomból készült, sült padlizsánból, sült cukriniből, és rengeteg fűszernövényt tettünk bele. A nagyon sok ebből a bazsalikon volt, ami egy ilyen édes és nagyon krémes ízt ad neki. Van alatt a fokhagyma, amit ledinszteltünk olívaolajon, ebbe belekerült az összevágott paradicsom, megsütött összekockázott cukkini és a padlizsán, és ezt rotyogtattuk egy 40-50 percig. És akkor most töltjük üvegekbe, ez még for, ezt így fejre állítjuk, és akkor... Meg az a jó, hogy Gyuri mondja, mi meg tudjuk enni ezt a jó kis szószt így magába. Tényleg nagyon jó. Ezt egyébként, hogy ha elkészül és így átforgatjuk, utána nem kell hűtőben tárolnom nekem addig a felhasználásig. 5 perc múlva mehet akár a spejzbe, és amikor pizzát akartok készíteni, akkor csak rá kell kenni a pizzatésztára, mindenféle feltétet és sajtot rá szórni, és akkor mehet be a sütőbe, vagy vásároltok nyers halfilét, ilyen laposabbat. És akkor ráhalmozni. Ráhalmozzátok, megcsorgatjátok olívaolajjal, és betoljátok 20 percre a sütőbe, vagy kifőztött tésztát, ezt fölforrósítjátok egy serpenyőbe, és beleforgatjátok a forró tésztát. Ha nem lesz ennyire sűrű, aki mondjuk otthon ezt elkészítenem, hígabb marad a szósz, nem kell tőle megijedni, ugyanúgy pakolja bele az üvegekbe, majd ha a tésztával összekeveri, a tészta úgyis föl fogja szívni a levét, és ilyen nagyon-nagyon finom. Nem baj, én szeretem a levesebb egy kicsit, és nem annyira nagyon száraz, ez nem baj, hogyha az jó. Nagyon-nagyon finom volt. Így van, a recept pedig fönt van a Fem3 Café oldalán. Nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen jó dolgokat készítettetek nekünk megint. Úgyhogy... Hívjatok máskor is. Jó. Sajnos itt kell hagyjunk titeket. Jó, nem tudom, most nem akarok ebbe belemenni, hogy télen mit fogtok nekünk befőzni, vagy miket raktok, havat, elrakunk havat majd üvegbe. Nyarat kellene most télire.